tavaly decemberi jégkár a magyarországi erdőterületek közül mintegy 50 ezer hektárt érintett. A szélsőséges időjárás 30-40 év munkáját tette tönkre. A jégkár után meghirdetett a köztársasági elnök által is támogatott SOS Bajban az Erdő program széleskörű társadalmi összefogást eredményezett. Az ügyet a Szerencsejáték ZRT is jelentős összeggel támogatta. Szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak, azoknak is, akik nagy cégként több millió vagy akár több 10 millió forinttal támogatták a magyar erdőknek a megújítását, de mindenkinek, azoknak is, akik akár csak egy telefonhívás erejéig támogatták azt az akciót, amihez a Magyar Közszolgálati Televízió első helyen és elsősorban támogató szegődött. Az MTVA egy egész napot szentelt az adományok gyűjtésére. 45 ezer néző ajánlott fel 10 millió forintot. A következő években 2 millió 300 ezer csemetét ültetnek, és 6 ezer kiló makkot földelnek el. Ez olyan katasztrófa, ami több évtized alatt nem történt az erdőterületen. Néhány nap alatt nagyon sokan siettek a segítségünkre, köztük a Szerencsejáték ZRT is. Összesen mintegy 45 millió forintot adva össze arra, hogy támogassák a erdők helyreállítását. Ezen belül nagyon komoly összegnek számított a Szerencsejáték ZRT 10 millió forintos támogatása, ami a második legnagyobb támogatás volt ebben a sorban. Akinek fontos az erdő egészsége, évvégéig még adakozhat. A 13600-as telefonvonalon a 90-es kód megadásával lehet 250 forintot felajánlani. I remember the way.